Következő harmadik feladatlap a hallott szöveg értésével kapcsolatos. Ennek az időtartama 30 perc. Minden szöveget kétszer hallgattak meg a vizsgázók, először egyben, egy huzamban, szünet nélkül, majd rövidebb részletekben, általában három részletre osztják a szöveget. Semmilyen segédeszközt nem lehet használni így sem. Az első szöveg számomra kifejezetten bizarr volt, egy olyan embert mutatott be, aki már gyerekkorától fogva furcsa dolgokat evett, eszik. Például megevett egy egész repülőgépet 2 év alatt. Arra vezették vissza, hogy gyermekkorából egyfajta mentális betegségben szenvedett gyermekkorától fogva. A halott szövegértésén belül, halott szövegértési feladatokon belül szerintem ez a legnehezebb típus. 9 mondatot kezdtek el, és kétféleképpen fejezték be. Az egyik verzió az A, a másik meg a B, és a szöveg alapján el kell dönteni, hogy melyik az igaz. Na most olyan is lehet, hogy mind a kettő igaz. Viszont, ha mondjuk nem igaz az A, viszont bekarikáztam mind a kettőt, akkor nem kapok pontot azért, mert a B-t bekarikáztam. Tehát csak akkor jó a válaszom, hogyha a helyes betűjelet vagy betűjeleket karikáztam. Az egyik biztos, hogy igaz, de olyan is lehet, hogy mind a kettő igaz. A második feladatban a magyarokról, magyar szokásokról volt szó, ahogy a külföldiek minket látnak. 7 mondat volt, 7 állítás, és ezekről kellett eldönteni, hogy a hallott szöveg alapján igaz, hamis, illetve nem derül ki a szövegből. Mondok pár példát, hogy milyen állítások hangzottak el. Például a magyaroknak minden okuk megvan arra, hogy büszkék legyenek a focira az utóbbi évtizedek játéka alapján. Vagy hogy a magyar férfiakat tartják a legjóképűbb férfiaknak a világon. Az utolsó, harmadik feladatban egy luxus jachtokról szóló hirdetést hallhattunk. A hallott szöveg alapján kellett kiegészíteni a mondatokat, melyekből 1 vagy 2 szó hiányzott. Pontosan azt a szót kellett leírni, amit a szöveg elmondott. Ebben a feladatban az okozhatott nehézséget, hogy főleg a vége fele elkezdtek variálni a számokkal. Tehát, hogy egy évben ezzel a munkával mennyit lehet keresni, egy héten mennyit lehet keresni, hány jachtot kell meglátogatni a jelentkezőnek, ezeket az adatokat viszonylag gyorsan mondták el. Szerintem a 3 feladat közül ez volt a legnehezebb. Az utolsó megmérettetés az íráskészség. Erre 60 perc állt a tanulók rendelkezésére, és ez az egyetlen olyan vizsga rész, ahol nyomtatott szótárt lehetett használni. Az első feladat egy rövidebb szöveg, 80-100 szó között kellett írni. Egy önkéntes munkát szeretnénk elvállalni a nyáron, és erre kell jelentkeznünk egy rövid e-mailben, melyben bemutatkozunk, elmondjuk, hogy miért tartjuk magunkat alkalmasnak erre a munkára, és még érdeklődni kell, hogy milyen feladatokat kell elvégeznünk. Amire oda kell figyelni, a félhivatalos e-mail formája, az esetleges kifejezések, hogy itt nem lehet szlenget használni, az angol nyelvben népszerű összevonásokat sem ajánlatos még egy ilyen e-mailben sem használni. Nem gondolom, hogy ez nehézséget okoz bárkinek, aki felkészült a középszintű érettségire. A második feladatot kicsit életszerűtlennek tartottam. Ez a hosszabbik e-mail, amiben az a szituáció, hogy egy levelet kaptunk egy dán barátunktól, Max-től, aki elmeséli nekünk, hogy egyik éjjel hazafelé menet egy hasonszörű fiúval találkozott, aki bekérte a telefonunkat, amin felhívta az apját, és megkérdezte tőle, hogy a kebabostól mit vigyen haza. Ezután visszaadta a telefonunkat, amit sikerült leejteni a járdára, és a képernyője kissé eltört. Azt kérdezi a barátunk, hogy ebben az esetben mit lehet tenni. Erre kell reflektálni ebben a hosszabb e-mailben. 10 éves fiatalok a barátjuknak
akár külföldi, akár nem, nem e-mailben írják le, hogy mi történt. Tehát ez nem, nem életszerű ez a szituáció. Sehogyan sem. A levél 100-120 szó között kell, hogy legyen, és az irányított szempontok alapján válaszolnunk kell, hogy rendben van-e szerintünk, hogy elkérjük valaki telefonját, hogy Max helyesen cselekedette, hogy odaadta az ő telefonját, felhívjuk-e a fiú apját, illetve milyen más lehetőségünk van, tehát hogy ki fizeti ki a tönkretett telefont. Arra gondolok, hogy a vizsgázók mind a két feladatot, mind a két e-mailt sikeresen meg tudták írni. Szerintem szótárhasználata nem is kellett ezeknek az e-maileknek a megírásához.